Mit jelent az, hogy erdélyi művészet, és miért érdemes együtt bemutatni ezeket a munkákat? Szűz György kurátor szerint a kiállítás olyan hosszú időszakot fog át, hogy nem beszélhetünk közös tematikáról vagy stílusról, mégis van értelme így áttekinteni az erdélyi művészetet. Mégsem mondjuk Dunántúl vagy a mátravidéki művészek bemutatója, hiszen Erdély a történelmi évszázadokban mindig egy erős pátosszal telített a magyar, hogy mondjam, hőskornak különböző etapjai fűződnek hozzá, Bethlen Gábortól kezdve, Mátyás királyig még korábban. Tehát egy olyan erős, a nemzettudatot talán befolyásoló, az identitás befolyásoló egység, amely mindenki számára jelent valamit.